Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Önök az Itthon Otthon című műsorunkat látják. Mai vendégünk Hernyák Imre, többszörös magyar, országos szkanderbajnok és Európa-bajnok szkanderos. Szervusz Imre, köszöntelek! Szervusz, köszöntöm én is a nézőket! Most 2021. januárjában volt verseny, országos bajnokság, és két aranyat, egyezüstöt sikerült szerezned hosszú kihagyás után. Hogyan zajlott ez a verseny? Indítsunk ezzel az aktuális történettel. Sajnos ugye a pandémia miatt csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni a versenyeket, úgyhogy teljesen el voltunk kerítve. Külön a nézőtérbe meg volt hagyva mindenütt a 1,5 méter távolság. Mindenkinek maszkba kellett lenni már a nézőtéren is. Versenyzők mielőtt odaléptek az asztalhoz, fertőtlenítés. Sőt, mikor már ugye ki vannak írva ugye a kategóriáknak a adott versenyzői, hogy kik mennek ki az asztalhoz, már ott is meg volt szabva, hogy mondjuk a 95 kg férfi versenyzők mondjuk a színpadnak a jobb oldalába menjenek, és a mondjuk középen ment a 85 kg, ők középen. Tehát annyira meg kellett tartani a távolságot, sajnos így viszont nem lehetett szurkolókat vinni, tehát családtagokat, ismerősöket sok esetben ugye egyedül, most edzőt azt lehetett vinni, csak szövetségi tagok voltak, edzők és versenyzők. Pszichésen milyen egy ilyen verseny, hogy nincsenek például közönség? Én azt gondolnám, hogy azért az egy nagyon fontos, idézőjelbe vett pozitív doping. Igen, korábbi években lehetett vinni barátot, barátnőt, most ez teljesen kimaradt, de az az igazság, hogy most, hogy ennyi idő kimaradt a versenyzésből, számomra nem jelentett problémát, mert már valamilyen szinten már hiányzott. Tehát azt sem mondanám jónak, mikor havi szinten 2-3 verseny van, mert azért a ízületeket, izomzatot nagyon megerőlteti ez a sport, akárhogy is nézzük meg. Szerintem igazából minden sport, tehát hosszú távon visszaköszönnek a dolgok. Viszont ez, hogy kimaradt, tavaly júliusban voltam utoljára versenyen, most januárban, azért egy fél év az sok. Tehát már majdhogy nem hiányzott. Tehát azért én úgy gondolom, hogy minden évben 2-3 országos bajnokság, ugye a nagy magyar bajnokság, ahol ugye a kvalifikáció készül, hogy adott kategóriáknak a két legjobbja indulhat a világversenyeken, meg azon kívül szokott Budapesten lenni minden évben világkupánk. Ott általában ilyen 13, 11, 16, mikor hány ország képviseltetni magát versenyzőkkel, valamint ugye Európa-bajnokság, világbajnokság, meg egy-két nemzetközi versenyre, Horvátországba, Szlovákiába, mikor hova el szoktunk menni. Úgy mondanám, hogy egy olyan januárban ugye általában Kecskeméten szoktunk kezdeni, most ugye a kecskeméti verseny nem lehetett megtartani, mivel az egy bevásárlóközpontban szokott lenni, egy négyszintes bevásárlóközpontban, és ugye ott most a jelenlegi szabályok miatt azt nem lehetett megrendezni, így egy sportcsarnokba tartottuk az országnak a másik végén. Ugye utána kiszokott maradni ilyen egy-két hónap, és márciusban van, mikor már van egy nemzetközi verseny Csehországban, meg Szlovákiában is szokott lenni, majd ilyen április-május körül szokott lenni a magyar bajnokság, és azt követően egy olyan 3-4 héttel szokott lenni az Európa bajnokság, utána pedig sorra jönnek a küzdelmek. Tehát azt mondom, hogy egy olyan egy hónapban egy, vagy két hónapban egy az, ami úgy jó, hogy formába is tart, közben azért edzeni lehet, tehát mondjuk egy gyakorlóasztalnál ugye nem 100%-osan teszed oda magad, mert ugye ott nincsen tétje. Van, mikor, ha mondjuk egy közel hozzád hasonlóval kerülsz össze, akkor ugye a imidzsednek az jót tesz, hogyha ugye megvered a másikat, meg ugye motivál, de azért egy versenyen, mikor próbálod a 100% fölöttit kihozni magadból, és teljes az adrenalin pörget, az teljesen más, tehát akkor sérülés veszélyesebb. Tehát például mondanám a 2019-es évi Európa-bajnokságot, ahol jobb kézzel úgy lettem negyedik, ez volt az első Európa-bajnokságom, ahol nem lettem érmes jobb kézzel. Tehát jobb kézzel mindig érmes voltam Európa-bajnokságon. Itt negyedik lettem úgy, hogy a legelső versenyző, akit kikaptam, az orosz világbajnok volt.
Hát az az igazság, hogy próbáltam magamból a maxot kihozni, mindenki úgy imi, pörögél, robbantsál, stb. Hát robbantottam, egy kicsit bele tudtam tartani, de megsérült a csuklóm. De olyan szinten megsérült a csuklóm, hogy a 100 gram alatti telefon kibukott a csuklomból. Tehát nem bírtam megtartani, kibukott a kezemből. Autóval voltunk kint Görögországba, úgy váltottam a fokozatokat, meg úgy nyitottam bal kézzel. Tehát egyszerűen nem bírtam váltani. Mi volt ennek az oka, ennek a sérülésnek, és mi volt az a különbség? Pedig azt gondolná az ember, hogy azért neked már rengeteg érmed van, és rutinos vagy, nagyon sok aranyérmet megszereztél, hogy egy ilyen lehetőségnél azért azt megpróbálj megragadni az ember, és robbant, ahogy te mondtad, majd erről is beszélünk, mi ez a robbantás, de mi volt itt a lényeg, hogy végülis nem sikerül sajnos ez? Hát azt nem mondanám, hogy nem sikerült, mert az első meccset igaz bebuktam, de veszteságról feljöttem a negyedik helyre, 11 néhány versenyzőből, tehát utána nyertem sorba a meccseket, majd végül pont a háromba jutásnál ejtettek ki. Az a következő évi grúz világbajnok. Hát igazából itt profik közt sokszor a kicsi különbség is nagynak tűnik. Tehát az, hogy mondjuk ki hogy kapja el a rajtot, mennyire erős a fogása, a kötözést mennyire fekszik neki, vagy hogy mondjuk kinek esik jobban a kötés. Tehát azt is nagyon gyakorolni kell. Tehát edzéseken nagyon gyakoroljuk azt is, hogy kötözzünk, kinek hogy fekszik jobban, hova rakják azt a kötést, hogy fogjál rá a hüvelykujjadra, lehet alul felülfogni. Hát nagyon, nagyon taktikás volt ez egyébként. Tehát sokan azt hiszik, hogy csak is az állóképesség, csak is a felsőtestnek az ereje, vagy legtöbben igazából kérdezik, hanyas karod van, és akkor, na hát akkor biceps, de nem, ez nem így van. A biceps az igazából csak úgy a külvilág felé van, de a legjobb szkanderosoknak általában a csuklója, fogása és az alkar, az ami domináns. Tehát van olyan szkanderos, hogy 60-70 kg és a 120-30 kg szkanderosokat megfogja. És említetted, hogy a magasság is nagyon sokat számít. Igen, igen, igen. Tehát mondhatni azt, hogy ez nem a törpék sportja. Ugye a törpék, a kisebb emberek rövidkezőek, fekvenyomásba komoly eredményeket tudnak ugye elérni, nem kell nekik annyit nyomni a súlyon. Na, itt pont fordítva van. Tehát itt az erőkar, ami dominál. Minél jobban fentebb tud az embernek, ugye a másik embernek a kezén fogni, az ujjhoz nagyon számít, a kézhoz, nem mindegy, hogy ha egymás mellé rakjuk, hova esik a másiknak a keze, egy picit is fentebb tudsz fogni, egy fél milliméterrel, vagy egy-két milliméterrel, az borzasztó sokat jelent, mikor a másiknak a kezét megfogod, és akkor jobban tudod billenteni. Hát mondjuk két alapvető technika van, ugye a belsőzés és a külsőzés. A rövidkezőeknek a belsőzés passzol, mert ott igazából egy rövidkező is valamilyen szinten, így ha be tudja törni a hosszú kezűt, akkor már előnyben van. Viszont én azt alkalmazom egyébként, amit a magas emberek, hát én egyáltalán nem vagyok magas, sőt inkább átlag alattinak mondanám magam, viszont hosszú a kezem, úgyhogy az a nagy szerencsém, az ujjaim viszont lehetnének hosszabbak, vastagabbak, az is nagyon sokat számít, mikor a másiknak a kezét nem tudja úgy átfogni. A robbantás szót használtad, ez mit akar, mondjuk már el a nézőknek is? A verseny az úgy indul, hogy ugye minimum két bíró szokott lenni az asztalnál, világbajnokságon, világversenyeken általában négy is van, és ugye mindegy, hogy melyik országban vagyunk, mindenütt angolul indítják a versenyt. És ugye ready go-ra indul a verseny, na most lehet, hogy van két egyforma erősségű versenyző, de aki robbanékonyabb, jobban el tud indulni, jobban elbír rajtolni, az fog nyerni. Sőt, vannak olyan versenyzők is, van egy szlovák srác, úgy vert meg, hogy nem is értettem. Úgy fogta meg a kezem, hogy teljesen lágyan, és annyira tud robbantani, hogy mikor elindítják a versenyt, akkor egyből elhúz belsőbe. Na, én nem tudok így, tehát én például belefeszülök. Tehát én, mikor már állítják a kezünket, akkor valamilyen szinten belefeszülök, hogy ne hagyjam a másikat érvényesülni. És általában ezek vannak többen.
Ezen a szlovák srácon kívül itt Magyarországon senkinél se tapasztaltam. Szlovákiában voltunk egy versenyen, egy világkupán, és meg voltam lepődve, mondják, hogy vigyázzak vele, hogy erős. Hát mikor összefogtam vele, hát mondom, úgy nem is érzek semmi különleges, aztán hirtelen lerakta a kezemet. Majd a döntőbe, akkor már odafigyeltem rá, de még akkor is megvert. Hosszú kezű, magas, és teljes lágyan fogja meg a kezem. Ez meglepő. Tehát hogy pont az van igazából a skandernál, hogy ilyen vasmarkú emberek, azt lehet mondani. Akkor ez azt jelenti, hogy mindig van hova fejlődni, és mindig vannak még olyan technikák, amit érdemes elsajátítani, vagy dolgozni rajta, hogy finomítani a technikát. Hogyan edzel, és most ebben a 2020-as elmúlt évben hogyan edzettél? Említetted, hogy a januári versenyre nagyon sokat kellett kihagyni. Hát igen, sajnos november óta már konditerembe se tudok járni. Ugye itt helyben az aktív fitnessbe jártam rendszeresen konditerembe. Heti 6 alkalommal általában, valamint ki a sportpályára, a kondiparkba is jártam, rászoktam a saját testsúlyos edzésekre is, viszont most ugye bezárt a konditerem, csak a nagyobb termek, tehát itt legközelebb Debrecenben a Cutler Gymről tudom, hogy az nyitva van, és csak ugye versenyzőket fogadnak. Na most én ugye hivatalosan is versenyző vagyok, úgyhogy mehetnék edzeni. De most úgy, hogy az ember mondjuk dolgozik, meg még utazom be Debrecenbe, 8 órára haza se érnék, így necces lenne, esetleg hétvégén tudnék egyszer-kétszer bemenni. Annak az egynek örülök, hogy igaz, elkezdtem egy pár évvel járni rendszeresen konditerembe, de amiket otthonra megvásároltam, súlyzókat, padokat, csigásgépet, stb. Nem adtam el belőle semmit, és így otthon tudok edzeni. Tehát most csak és kizárólagosan otthon edzek egyedül, meg egy-két barátommal szoktunk saját testsúlyos edzést kint a kondiparkba csinálni. Sajnos, ami a legfontosabb, amit már említettem is korábban neked, a kezezés lenne. És sajnos itt a környéken nincs skanderos, tehát nincs versenyző. Itt a legfontosabb nekem az lenne, hogy egy hónapban legalább kétszer-háromszor minél több emberrel nyomkodni, rendesen versenyasztalnál, összeakadni, gyakorolni a rajtokat, külsőbe, belsőbe húzni, kötözni, akkor tudnék úgy igazán fejlődni. Úgyhogy én ettől az egytől féltem ennél a januári versenynél, hogy ugye valamilyen szinten a skander valahogy kiment a kezemből mondhatni, hogy nem gyakoroltam. Aztán úgy próbáltam a rajtokra nagyon figyelni, de úgy néz ki, hogy az a közel 10 év, amit belefektettem, azért az úgy nem kopik ki az emberből maga az a rutin. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, pláne úgy, hogy tényleg tavaly júliusban volt a magyar bajnokság, utána szeptemberben voltam Budapesten, két csapattársammal kezeztünk. És azóta én nem szkanderoztam senkivel, de egyáltalán nem szkanderoztam, és csak úgy, hogy otthon lényegében, mikor megtudtuk már decemberben, hogy meg lehet tartani a versenyt igaz zárt keretek, zárt kapuk mögött, elkezdtem speciálisan ugye újra szkanderra edzeni, mert mostanában inkább az erőnlétre mentem, de ugye itt kimondottan a csuklót, alkat elkezdtem fogást erősíteni, visszaerősíteni, hogy a régi formámba úgy visszakerüljek, és igazából sikerült is, azt lehet mondani, hogy egy ilyen egy-másfél hónap alatt úgy visszajöttem szerintem csúcsformámba, vagy talán még jobbra is. Valamint most ami számomra projekt, hogy 2018. januárjában volt egy olyan újévi fogadalmam, sőt nem is 18-19 januárjában volt egy olyan újévi fogadalmam, hogy lefogyok, lemegyek kisebb súlycsoportba, most járok 33 kilónál. És most az lenne a cél igazából, hogy egy olyan 85 kiló körüli mezőnybe versenyezzek. Még az a baj, még 85 kilóba is kb. Én lennék a legkisebb, tehát amit már mondtam, a magasság, nem úgy tudod a testsúlyodat se használni, ha alacsonyabb vagy. De viszont úgy gondolom, hogy egy olyan vagy 90 kiló alatti, vagy tehát most vagyok ilyen 93 kiló környéke, 90 kiló alattiban már szerintem egy ebén is nagyobb eséllyel tudnék indulni.
Biztosan nagyon sokakat érdekel ez a fogyás technika. Erről azért egy kicsit mesélj. Hát igazából ez érdekes dolog. Én arra jöttem rá az utóbbi körülbelül 2 évbe, hogy az embernek saját magára kell szabnia a diétát. Tehát meg kell azt találni, hogy kinek mire fogékony mondjuk a szervezete. Tehát van aki, tehát annyira genetika függő, van, aki a lisztre, cukorra, stb. Nem érzékeny, nem fogja a kaja, csak hogyha nagy mennyiségbe eszik. Számomra a liszt, a cukor az teljesen kerülendő, a zsír, hús, ilyeneket tehetek, de a körettel is vigyázok csak, és lassú felszívódású szénhidrát, valamint ami most nekem nagyon bevált, az időszakos bőt. Tehát most egy napon, mondjuk olyan 8 órától 4 óra környékéig fogyasztok ételt, utána csak vizet, tehát semmit, tehát még egy gyümölcsöt se, vagy fehérje, turmixot, semmit nem. Hát reggel eszek ugye szénhidrátot, fehérjét, meg napközben is ugye délelőtt még eszek gyümölcsöket, ugye az fontos a rost, de délután, meg már, sőt a szénhidrát is folyamatosan csökken. Még az ebédem az úgy, ahogy olyan mondhatni, egy még az emberes, de délután már akkor nagyon le van csökkentve a kalória. Valamint korábban, ugye még rendszeresen tudtam menni a konditerembe, akkor kardióztam is. Most már inkább csak a bicikli maradt meg, ugye az is a hobbim, meg én rendszeresen itt Hajdunánáson belül úgy gondolom, hogy távolság nincs, tehát én mindenhova biciklivel járok, egy 13-20 km az a napi rutinom része, tehát az, hogy munkába elmegyek, bevásárolni, valaha edzeni megyek, mindenhova biciklivel szoktam menni, és valamilyen szinten azért ez is rásegít, főleg, hogy mondjuk 4 óra után nem eszek, és akkor a szénhidrát raktára kürülnek kifele estére, akkor már úgy azért érzem is, hogy már a szénhidrát egy kicsit úgy hiányzik a szervezetből, de így már magamban érzem is, hogy fogyok. Tehát úgy kezdődött igazából a fogyás, hogy ráálltam ilyen hús, zöldségevésre, sőt, elsőnek elkezdtem úgy, hogy csak kardiózok. Rájöttem, hogy csak a kardió semmi. Tehát mondják azt, hogy 70-80% az étel. Na, én úgy vettem magamon észre, hogy inkább 90-95. Tehát nálam a fogyásnak a bő 90% az étel, és ha mellé jön még a mozgás, akkor drasztikus. Tehát egy hónapig csak kardióztam, hát egy kiló nem ment le rólam. Majd utána, 19 februárjában elkezdtem kardió, heti 5-ször csináltam, 5-ször, 6-szor, 4-szer, mikor, hogy a 4 azt fixen mindig megvolt. Ugye leedzettem este, és utána mentem mindig a futópadra. Egyre nagyobb tempóba, egyre magasabb dőlésszöggel, egyre nagyobb emelkedőn, és az február elejétől március közepe környékéig, tehát másfél hónap alatt lement rólam 13 kiló. Na akkor már rájöttem, hogy na a kettő együtt. Tehát az étel, a szénhidrát elvonás, plusz még a kardió, az úgy az nagyon levitte. Egyértelmű, hogy ez a 13 kiló nagy része víz volt, majd utána a zsír az már nehezebben megy le. Voltak ilyen stagnálásaim, tehát volt olyan súly, hogy többször is, hogy megálltam, és akkor az Istennek nem akart lefele menni, és akkor úgy mindig úgy bele kell nyúlni. Most ez a legutolsó módszer, ez a 16 órás bőjt, ez az időszakos bőjt. Mondják még a spártai diétát, hát abban nem tudom, hogy majd belefogjak-e, lehet, hogy belefogok abba is, hogy csak 4 órát eszek. Csak ugye én azt is szem előtt tartottam, hogy izomból ne fogjak. Tehát most úgy nem az volt a cél, hogy mondjuk fél év alatt ledobjak magamról 20 kilót, és akkor se erő, se izom, semmi nem marad, hanem úgy szépen apránként, biztosan, meg ugye az a jó diéta se jó, meg az, hogy mondjuk az ember lefogyik, utána kétszer annyit visszahízik, az nem vezet semmire, úgyhogy az volt a cél, hogy azt meg is tartsam, és úgy veszem észre, hogy igazából már tartani könnyű, tehát azért már mostanában néha napján nem mondok a süteményre se nemet, mondjuk igazából már nem is hiányzik. Tehát már úgy teljesen átálltam erre az életmódra, és úgy veszem észre, hogy az erőnlétem maradt, sőt, súlyzókba tudom nézni,
Tehát ugye konditeremben rendszeresen ugye néztem, hogy milyen edzés, milyen súllyal tudok csinálni, és ahogy fogytam, nem gyengültem, sőt, még volt, amiben erősödtem is, úgyhogy az a terv, amit kitűztem magam elé célul, az sikerült. Akkor a bicikli mellett a motor az közlekedési eszköz is, vagy csak hobbi? Mert azért a motort is azért rendszeresen használod. Hát azt rendszeresen használom, vagyis használnám, ha lehetne messzire menni. A motorra azt szoktam mondani, hogy 400 km alatt nem indítom be. Hát úgy főleg külföldi túrákra szeretek menni. Hát reménykedem benne, hogy a nyár folyamán majd lehet komolyabb utakra menni. Tavaly évre tűztünk ki helybeli motoros barátokkal elég komoly célokat. Horvátország, egy Balkántúra, Olaszország is terve volt. Tavaly előtt kimentem Lengyelországba egy motoros barátommal, akkor meg is beszéltük, na ide minden évben visszajövünk egyszer. Hát sajnos tavaly egy szlovák túrát leszámítva, csak belföldiek voltak. Hát igazából még a kismotoros korszakomban is többet motoroztam, mint a tavalyi évben, úgyhogy se Skandia téren nem volt egy mozgalmas évem, se motorozás téren. Bicikli téren volt egy pár túra, ugye sportolni lehetett, és rendszeresen tekertem azért heti szinten egy ilyen 200-300 kilométereket, meg inkább többet. Tokajba átjártam sűrűn, Polgára, itt a környéken. Egy Tisza kerülésem volt, egy Tiszató kerülésem, mondjuk azt nem mondanám egy olyan komoly túrának, a legkomolyabb a Balaton volt, sajnos oda tavaly nem jutottunk el, nem is tudom, hogy akkor meg lehetette volna tartani. Igazából oda már egy csapat kell, tehát oda is nánásiakkal mentünk, oda már tényleg egy csapat kell, azért 12 órát letekerni egyedül, az úgy unalmas lenne. Ez egy életforma, ahogy mondtad, egy életmód, a sport, az étkezéssel, az edzéssel, stb. Mindennel. De mi az a motiváció egyébként, ami mindenre téged hajt? Hát igazából egyedül a Skander, ami ilyen téren motivál, a bicikli az hobbi, a motor, stb. Ezek csak úgy hobbik. Egyedül a Skander, aminél azt érzem, hogy elérhetem azt, hogy egyszer én leszek a világon a legjobb. Biciklibe esélyem nincsen rá. Komoly túrákat szoktam csinálni. Egy hobbi, egy életforma. Szeretek sportolni, szeretek mozogni, szerintem nagyon fontos. Skanderban mindenképp szeretnék világbajnok lenni, úgyis addig csinálom, amíg nem jön össze. Idén már lesznek nemzetközi versenyek, tervek azok vannak, úgy tudom. Igen, tervek vannak, ugye sajnos tavaly március 12-én lett ugye a pandémiás állapot bejelentve, akkor sorba mondták le a versenyeket, február vagy január végén még volt egy csehországi nemzetközi verseny, akkor még ugye nem volt bejelentve a pandémia, majd február-március körül már az összes versenyt lemondták, és júniusban lehetett megtartani az első versenyt, ott is félig meddig zárt kapuk mögött, sőt, ott úgy volt megoldva, hogy nem egy zárt stadionban voltunk, hanem egy nyitott felépítményen. Kicsit beszélgessünk arról is, hogy ezek a versenyek, egy világbajnokság, akár annak megnyerése, de hát maga a részvétel is azért rengeteg pénzbe kerül, utazni kell ugye nemzetközi, mindig máshol vannak ráadásul ezek az Európa-bajnokságok, világbajnokságok. Hogyan tudja fedezni egy sportoló ezeket? Hát ez úgy kezdődött, hogy 2015-ben voltam először Európa-bajnokságon, ugye 2013 évvégén kezdtem újból úgymond bele a Skanderbe, amivel 2010-ben voltam először junior versenyen, még ha azt lehet mondani, hogy amatőrként, még konkrétan egy pár ilyen internetes videóba ugye néztem a technikákat, stb. Tippeket, hogy kell lényegében versenyszkanderozni. Azt leszámítva 2013 évvégén kerestem meg Debrecenbe egy akkori Európa bajnokot, Macz Istvánt, hogy tanítson engem szkanderozni, edzenék vele, stb. Elkezdtünk együtt edzegetni, és mondta is, hogy egy hónap múlva lesz egy verseny, menjek el vele. Mindkét kézzel második lettem, más ember vert meg egyébként, de már nemzetközi eredményeket elért versenyzőket akkor megfogtam, meg lenyomtam.
Tehát a nem tudom hányszoros magyar bajnokot jobb kézzel tartottam egy fél percig. A Skanderben egy fél perces meccs az nagyon hosszúnak számít, mert hogy mondtam is, ilyen egy-két másodperc alatt leszoktak ezek zajlani, még akkor is, hogyha mondjuk közel állnak egymáshoz erőnlétileg a versenyzők. Tehát ott egy rajt, annyi az egész. Úgyhogy utána elmentem arra a versenyre, majd kezdődött a következő év, akkor már meghívtak több nemzetközi versenyre is. 2015-ben volt az első komolyabb világversenyem, az első Európa-bajnokságom. Na most az Bulgáriában volt, kint voltunk egy hétig, akkor én még egyetemre jártam, és mellett diákmunkán dolgoztam. Hát egy körülbelül egy bő havi fizetésem az arra ment, hogy az akkori szállást, nevezést, utazást, stb. Ki tudjam magamnak fizetni. Akkor még úgymond valamilyen szinten, tehát ilyen világversenyek szintjén kezdőnek számítottam, tehát akkor még úgy a szövetség nem támogatott, és így saját magamnak fizettem a versenyt. Végül hoztam magamnak bal kézzel egy aranyérmet, jobb kézzel egy ezüstérmet, és utána lett az, hogy már egy-két versenynél már elkezdtek úgy támogatni, akkor sem teljes mértékben, tehát maga a szövetség, hanem mondjuk állták a szállást, vagy állták a nevezést, de már az is jó volt. Tehát az a baj, hogy ennél a sportnál nem az van, hogy még fizetést is kapunk, hanem saját magunknak kell sok mindent fizetni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok itt helyi vállalkozóknak, akik már korábban is támogattak, főképp kiemelve a Nyakas Andrást, aki több éven keresztül minden évben támogatott, mikor megkerestem, hogy világversenyre szeretnék menni, sosem mondott nekem nemet, valamint a városi önkormányzatnak minden évben meg szoktam pályázni a sporttámogatást, és minden évben megkaptam. Hát így mondhatni, hogy úgy, hogy már ugye egy-két vállalkozó már támogatott, tényleg a Nyakas András, Nyakas Farm minden évben támogat, az önkormányzati szintén minden évben támogat, valamint a szövetség is valamelyest támogat, így már eljött az az idő, hogy nagyságrendileg kijövök nullára. Sőt, a konditerembe, Csiha Sándor, az Aktív Fitnessbe ingyen bérleti lehetőséget biztosított számomra, hogy azért se kelljen plusz kiadást kiadnom. Úgyhogy lényegében már azt lehet mondani, hogy kijövök a nullára. Tehát már plusz költségbe ez nem kerül nekem. Hát ezt évek folyamán értem el. De még mindig az van, hogy ugye itt, tehát ebből sokan megkeresnek azzal, hogy Imi, ebből vetted a motort, ebből vetted az autót. Hát mondom, ebből egy 40 éves biciklit se vettem volna, hogyha ebből kellett volna valamit is vásárolni, inkább azt kellene kiszámolni, hogy mennyi minusza van már ez nekem ez a versenyzés. Igazából évek óta hallunk arról, 2016-os VB-n hallottam először, hogy olimpián be akarják vezetni a Skandert, akkor azt mondták, hogy 2020-ban már ott lesz az olimpián. Hát 17-ben már 24-et mondtak, 18-on már 28-at. Most nem tudom, most ha megkérdezném, már lehet 2100-at mondanának kb. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e még ebből az olimpiából valami, vagy mondjuk megélem-e, hogy Skander olimpiai sportág lesz, vagy mondom úgy, hogy még jó erőben leszek, mert mondjuk ha 60 éves leszek, és akkorra kerül olimpiára a Skander, és már akkor nem leszek mondhatni a mostani formámba, akkor igazából sok mindenre nem jutok vele, de minden esetre, hogyha egyszer is olimpiai sportág lesz, akkor mindenképp szeretném magam képviseltetni, és a hazánkat képviselni rajta. Most egyelőre akkor a világbajnoksága a cél. Mikor, hol lesz erre lehetőséged? Az Európa-bajnokság az Litvániában lesz, május-június környékén, a világbajnokság az pedig Grúziában lesz, az szeptember-október környéke. Pontosan még nem láttam a versenykiírást. Az a baj, hogy most
Még sok a kérdőjel a vírus helyzet miatt. Meg lehet-e majd tartani, főleg ugye nemzetközi versenyeket? Ugye tudjuk azt, hogy a országos magyar versenyeket meg lehet tartani zárt kapuk mögött. De ugye mikor már több ország versenyzőit, most egy Európa-bajnokságon, világbajnokság, ilyen 50-60-70 nemzet, 80 nemzet is akár ott van. Most az most túl nagy veszélyt jelenthetne egy több országra is nézve, úgyhogy nem tudhatjuk előre biztosan, hogy mit hoz a sors. Nagyon szeretnék a VB-re kijutni, úgy gondolom, hogy hogyha meg lehet tartani a versenyt, akkor biztos, hogy fognak is vinni, tehát veretlenül vagyok magyar bajnok, súlycsoportomat azt meg szoktam nyerni, jobb kézzel általában 2 másodpercen belül megnyerem a versenyeket. Úgy gondolom, hogy vinni fognak, és most azt szeretném, hogy egy érmet most már. Tehát már négy negyedik helyen már van, most már jó lenne egy dobogós helyezés, valamint hát azért jó lenne egy első helyezés is, de azért tudom jó, hogy vannak nálam jobbak, tehát azért mindig vannak jobbak. Van egy orosz világbajnok, akit igazából sose sikerült még megvernem, csak megfognom. Van egy grúz világbajnok, őt bal kézzel sikerült már megvernem, egyébként 2019-ben ölött a világbajnok mindkét kézzel, bal kézzel korábban Katowice-be megvertem. Úgyhogy hát reménykedek benne. Hát edzek annyi, hogy igazából ami úgymond nekem előny, hogy még én vagyok az egyik legfiatalabb a mezőnybe. Tehát ők már ilyen 40 környéke, akik a leglegek. Tehát én még egy szkanderos olyan 30-35 éves korában éri el a csúcsot. És akkor egy olyan 40 után már kezd hanyatlani valamilyen szinten. Ugye remélhetőleg még most 28 vagyok, egy olyan 2-3 év alatt még sokat fejlődök. És akkor utolérhetem őket, sőt, akár meg is verhetem. Tehát mindenképp egyszer legalább szeretnék világbajnok lenni. Ha egyszer lesz unokám, akkor megmutatni, hogy valamikor én voltam ebbe a sportba legjobb. Kívánom neked, hogy ez teljesüljön. Azt gondolom, hogy akármilyen versenyen vagy, akkor Ajdunánás és sokkal szélesebb körben is nagyon-nagyon sokan szorítanak neked. Úgyhogy reméljük, hogy a vírus helyzet is úgy alakul, hogy meg lehet ezeket tartani, és nagyon nagy sikereket fogsz és tudsz elérni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a műsorunkba. Köszönöm én is.